na cozinha, né? Que bom. Szeretettel köszöntjük a közönséget. Már is egy hibát látható sajnos. De azért vannak a hibák, hogy megoldjuk őket. Kifutás, paskolás. Jó. Gyere, gyere. Állod ez. Jó. Állod ez. Jó, gyere. Gyertek folyamatosan. Állod ez. Gyere. Most a új helyzetre, új szituációra, hangra, a zajra megszűnt
köztem és közte az a kapcsolatbizalom, ami eddig megvolt. Tehát ezt próbáltam helyreállítani. Ebben nagyon sokszor a gyerekek is segítenek, és a megszokott munka, ami megszokta, hogy nyugodt körülmények között nyugodtan dolgozik, gyerekeket ismeri, tehát visszatértünk ahhoz, amit ő ismer, és amitől megnyugszik. Jó. Igazán azt szeretnék bemutatni a bemutató során, hogy egy hármas egység, a futószárazó, a ló és a gyerekek közötti harmónia, kapcsolat és bizalom hogyan működik, és ezt hogyan építjük ki, és ennek milyen hibái lehetnek. Először is a futószárazóról szeretnék beszélni, mint hibaforrásról. Ugye már hármas a hibaforrási lehetőség, egyrészt a futószárazó részéről, másrészt a gyerekek részéről, illetve a ló részéről. Nagyon sok hiba, amit a lóban tapasztalunk és látunk, leginkább az ember és a ló közötti hibákból ered, és ennek az okát és ennek a javítását kell megtaláljuk. A legfontosabb hószárazásnál is, hogy megfelelő újabb hibát láttunk, tehát az ostor segítségre várunk, csak közben jönnek sorra a hibák, csak kérem mindenki élesítse a tüntetét, mert ebből tanulunk. A futószárazásnál a legfontosabb, hogy a futószárazó technikai segítségei, az ostor, hang, futószár segítségeit megfelelően fogadja a ló, és erre reagáljon. Most az a célom a bemelegítés során, hogy megfelelő ütemben, elengedett állapotba kerüljön a ló, és megfelelő támaszkodást majd elérjük. Amíg a ló melegít, addig látjuk, hogy a gyerekek is bemelegítő gyakorlatokat végeznek. Igazán erre azért van szükség, hogy külön melegít a ló és a gyerekek, és utána a kettőt összekapcsoljuk, hogy maximálisan a ló a futószárazóra figyeljen. És amikor a gyerekek jönnek a lóra, akkor már ne történhessen hiba, és a ló és a futószárazó maximálisan együtt tudjon dolgozni a gyerekekkel. Amit most próbálok elérni, megterelő ütem, és elengedettség. Ezeket el tudom érni átmenetekkel, körszűkítéssel, bővítéssel. Körszűkítéssel. Bővítéssel. Nagyon fontos volt az álláshoz, hogy a ló is, a gyerekek is megfelelő kondicionális állapotban legyenek, tehát ezeket nem csak futószáron készítjük elő, hogy a lovat alkalmassá tegyük a voltizsálásra, hanem gyerek alatti munkával is. Futószáron való munkánál, amikor a ló már bemelegedett, akkor hangoljuk össze a ló és a gyerekek közötti kapcsolatot. Gyertek kifutás paskolásra, sorra álljunk, sorba álljunk túlbe. Ez egy nagyon jó gyakorlat arra, hogy a gyerekek is ráhangolódjanak, együtt mozogjanak a lóval. Itt igazán az a lényeg, hogy miközben a gyerekek
odafutnak a lóhoz, a ló ugyanúgy a futószárazonra figyeljen, és a futószárazon irányítását fogadja be. Ez is persze egy hosszú folyamat, lóval is ezeket a feladatokat először lépésben, ügetésben, majd vágtában gyakoroltatjuk. A legfontosabb mindenért, a legfontosabb a fokozatosság elve, türelem, és a ló és a futószárazon és a gyerekek közötti bizalom és együtt dolgozás. Felugrás alapú négy zászló malmot, ugye kötelező gyakorlatok. Azt jelenti, hogy ne a lovon gyakorolják, hanem a műlovon tanulják meg, hogy hogyan kell ezeket végrehajtani. Mindegyik gyakorlatban az első legfontosabb az ülés, hogy hogyan ülnek, és hogy puhán együtt mozogjanak majd a lóval. A gyakorlatokat simulé ugyan végezték. Itt van alkalma az edzőnek, hogy igazán javítsa a gyerekeket. Úgyhogy nyújtsd ki a lábad, csípőt, fordulja. Nagyon fontos ez a fázis, a műlóval való gyakorlás szinte alapja, hogy azokat a gyakorlatokat tegyük csak föl a lóra, és gyakoroljuk a lovon, amit már a műlóval maximálisan mennek. Tehát soha nem a lovon próbálunk ki új gyakorlatokat, hanem a műlóval. Ezzel elkerüljük azt, a hiba lehetőséget, pont amiről szó van, elkerüljük a hiba lehetőséget, amit a lóval okozhatunk. Hiszen egy rossz beleérkezés, lóval való nem együtt mozgás, az okozhatja a fő hibákat, problémákat. Úgy fejed emelt meg, lejjebb a csípő, nyújtsd ki a kertet, emelt meg a fejed. Ha ezeket a gyakorlatokat kigyakoroltuk a műlóval, akkor okozatosan először lépésben, ügetésben, most ott fog a lépés, ügetésben, majd láttával gyakoroljuk a feladatokat. Akkor volt is ova tanítunk be, akkor is nagyon fontos ez a fokozatosság, és minden szempontból az, hogy maximálisan a lóra figyelve, a lóval együttműködve végezzük ezeket a gyakorlatokat. Jó, álljunk a sorba. Először a zászló való állás következik, így a leugrással. Jó, kimész, megsimítod a lovat. Itt is nagyon fontos, hogy minden kimenettel, minden való lóval kapcsolat a gyerekeknek is, egy simítással, egy érintéssel, egy ítélettel kezdődjön, nagyon puhán dolgozza. Jó, vállad mélyebbre kerüljön, visszaülsz, megsimítod, és halad. Egyet-egy háttal ezt kinyújtsd a térdet. Itt egyszerre már a futószárazónak egyrészt a lóra, másrészt a gyerekekre is figyelni kell. Helyes legyen a végrehajtás. Lónál arra figyelek, megfelelően lépjen. Lendítsd a lábad, tolszakaroddal.
puhán visszaülsz, és valog. Egyenesíted a hátad. Úgy sarkadat tedd le, emeld a fejed. Visszaülsz, visszaérkezel, puhán a hátába. Lendíted a lábad és torz a karoddal. Nagyon fontos a gyerekeknél is, nem csak a lónál, hogy minden gyakorlatot, minden gyakorlást állandó hibajavítást kövessen. Tehát ne csak végezzék a gyakorlatot, hanem állandó kontroll alatt legyenek, hogy amit csinálnak, az megfelelően végrehajtott fejedemeknek. Szép. Hátad egyenesítsd. Kicsit pörgősebben dobjátok egymást, gól. Jó Istenával tanám, ülést igazítasz. Mélyebbre a vállat, lent egész lábszárok támaszkodják. Párhuzamos lábfej, összék a lábfejed, mozogjon a térdet. Jó, puhán visszaereszked. Lendíte, zárd össze a lábad. Úgy, de jó volt többet tolni a karra. Leugrásnál. Fejed emeld, Lili. Spiccel. Följebb a karod, ne törjed meg a készfejed. Úgy visszaülsz, ülést igazítasz. Jó, nem figyelsz, mozog a térdel. Ezek a gyakorlatok lépésben ugyan könnyebbek, de itt is csak akkor sikerülnek, ha a lóra maximálisan odafigyelnek a gyerekek, lóval összhangban, harmóniában dolgoznak. Úgy nyújtsd a lábad, spiccet igazít, idusd, úgy zsibisd meg a nyakkát, fejed emeled, és mehet. Szépen spiccre, belesimulsz a hátába. Igazán műlomon meg lépésben van idő javítani ezeket a gyakorlatokat. Még egyszer látjuk, hogy megvédel, még egyszer ismétlés. Tehát azt látjuk, hogy igazán idő műlomon lépésben van javítani, korrigálni ezeket a gyakorlatokat, a hibajavításokat végrehajtani. Vágtával, ügetésben, már csak tökéletes gyakorlatokat. Ott is persze a gyakorlás, hibajavítás fontos, de ott már nincs idő annyit javítani. Csak ismétléssel és elmondva a hibákkal. Úgy fejed emeld meg. Jó, visszaülsz, ülést igazítasz. És ugrasz. Jó, a következő ügetésben láthatunk majd gyakorlatokat. Egy felugrás és kifele leugrás. Csak felugrás, kifele leugrás. Paskolj meg, simítsd meg a lóra. Simítsd meg. Itt is nagyon fontos, azért tolják egymás csípőjét, nem mintha nem tudnának fölugrani, hanem azért, hogy minél puhábban érkezzenek, és a lóra ne zavarják meg. Simítsd meg, és mehet. Úgy zárd
Jézusnak anyukát. És mehet. Úgy, és tolj a karoddal. És futás tovább, mehess össze. Úgy, megsimítod és állás lehet. Van érkezni a téli körbetúrral, így nyújtottnál, és mehet a levegős. Úgy hajtsd le a fejed, még egy lábbal többet lendíts. Úgy, és ugrasz. És futni tovább, rugonyosabban érkez, nyújtott lábidus, nyújt. Úgy, és mehet. Nyújt, ha lendít a láb. Úgy, fönn próbáld összezárni, megtartani. Még egy. Úgy, és leugrás. Jó. Jó, ezután következnek az egyéni kürgyakorlatok gyakorlásai, űlovon és lovon, és utána a csapatkürelemek. Itt is ugyanez a fokozatossága fontos, hibajavításnál rengeteget
bűrovon gyakorolni, és amelyik gyakorlat meg tökéletesen bűrovon, azokat a gyakorlatokat próbáljuk lépésben először, utána vágtában. Ebből egy kis ízelítőt mutatunk meg. Nyújtott, vagy ha is a térben jobban, velük tartom. Itt is fontos, amely gyakorlatán sikerült tökéletesen ismételtetni lépésben is. Fölfele lendíts, nyújj ki a lábad. Úgy, jó volt az érkezés is, simítsd meg a lovat. Mindegyik nehezebb gyakorlat után megsimítjuk, megdicsérjük a lovunkat. Tartsd a vállat, fölfele lendíts. És megsnyitod. Erre. Tolj a karoddal. Jó. Tartsd a vállat. Szép. Jó. Jó, ugyanúgy a gyerekeknek is, a lónak is a dicséret nagyon fontos. Megsimítod, ha jól csináljuk a gyerekeknek is a dicséret, valami nem sikerül, azt ismételtetjük. Jó, tere. Ezt egy idős jöhet, csapat körül. Mivel még a gyakorló fázisban vagyunk, verseni időszak végén, tehát a gyakorló fázis, itt még csak elemeket szoktunk edzésen is gyakorolni, tehát nem egész űröket, elemeket, és ezeknek a javítása történik űlovon, lovon lépésben, és a vágtában való kigyakorlása. Szép érkezés is jó volt, jó vallás. Csapatkűr következik, és végül egy kis ízelítőt szeretnék bemutatni a csapatkűrből, ennél is ugyanúgy a fokozatosság a lényeg, ami megy bűlovon, azt próbáljuk először a lépésben, és ha már lépésben mennek ezek a gyakorlatok, hiba nélkül, akkor gyakoroljuk vágtában. Próbáljátok jobban tartani a gyakorlatokat, kitartani minden gyakorlatot. Itt is fontos a hibajavítás, gyakorlatnak a kivitele. Tartsd, zárd össze a lábad, zárd össze. Az is nagyon jó. Jó is kitérted. Fölfele egyszerre húzni, számolni. Semmi baj. Ugyanúgy a részágyakorlásnak. Nos, hogy próbálj jobban középen állni, nagyon kifeleálltál. Még egyszer ismételjétek. Középen állj, többet mozogjon a tér. Ugyanúgy a része, valami nem sikerül, ismételj.
föl tudod tolni. Jó, és csúszol. Elmeted. Vállat tartsad. Sincs meg, Dana. Úgy is mehet a gyakorlat. Számolni, együtt dolgozni, húzd a térdel jobban. Tartólag mozog a térdel. Számolni. Mozdíli homorítsa, zárd össze a lábad, úgy. Előre fele nézem, csípő. Összezárod és kifele ugrasz. Úgy. Lenni számolt, stílus fölfele húz a térd. Húzni a térdet, tartóan a pozog a térdet. Úgy lenni több térd, húzogjon a térdet. Nyújtott könyök, lendítesz a karoddal. Összezárod és ellököd magad. Szeretném elmondani, hogy konkrét hibákat nem véletlenül nem szeretném volna bemutatni. Úgy látszik, a helyzet hozta magától a hibát. Úgy érzem, hogy a hibákat azért nem is szabad bemutatni, hiszen a lónak nagyon jó a memóriája, nagyon emlékezik erre. Tehát nagyon könnyű hibákat elkövetni, de kijavítani annál nehezebb. Pont ezért nagyon fontos, látod az elején is a ló és a lovas közötti kommunikáció, és ebben igenis egymástól kell tanuljunk, és akitől én is sokat tanultam, és köszönöm, az Mészáros Gyula, úgyhogy szeretném bemutatni röviden. Az együttvaló
munkánkat, és arra, hogy hogyan tud együttműködni nem csak szakági szinten, hanem a természetes logiképzés és a voltés, és hogyan tud nekünk segíteni, illetve a többi szakágnak. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Sajnálatos módon elég rövid idő a rendelkezésre, ugyanis előbb szóltak, hogy elég erős csúszásban van a mai program, és mindenki éhes, úgyhogy reméljük azért nem így jártak a lovak. Azért egy percet, még vagy kettő gyorsabbra valunk az időtökből, de reméljük, hogy ezt nem így veszitek. Nagyon szép volt azt, amit Ildikóik csináltak. Egy ideje elindult a kapcsolatunk egy olyan problémával, hogy az egyik lóhoz folyamatosan ki akar törni a futószárazok körből. Az későn kezdődött már a kapcsolat szempontjából, viszont most van nálam egy olyan ló, amit készítünk a jövőre. Ennél jobban ténylegesen nem is kezdődött ez az egész bemutató, mint ahogyan kezdődött. Aztán utána, ahogyan átalakult az egész, és a ló megváltozott viselkedésében, ez nagyon sok mindent mutat. Elsősorban hogy azt kell tudnunk, hogy a ló egy élőlény és nem gép, és azt szeretném nagyon, hogyha mindenki így is nézne rá, így is kezelni. Az ő nagyszerűségeket mutatja az, hogy egy teljesen új közegben volt olyan szempontból a ló, hogy nyilvánvalóan valami új inger érte, és minden inger új, ha csak egy is, ha csak egy pici inger, de az mindenféleképpen új, és az szűk keresztmetszetté válik. Tehát az, hogy a lóval így meg úgy foglalkoztunk otthon, és ehhez meg ahhoz mind hozzá volt szoktatva, az mind rendben van, de hogyha egyetlen egy tényező megváltozik, egyetlen egy tényező más, akkor a ló arra rögtön reagál, hiszen a lovak azok kétféleképpen ítélik meg az idegen és új történeteket, az új ingereket. Hogy az a dolog az őt megeszi, vagy nem eszi meg. És ezt ők halálos komolyan gondolják. Most itt nagyon szépen kiegyenesedett a ló, nagyon szépen lenyugodott. Az elején már rögtön azt hittem, hogy hamarabb kell bejönni és írni, hogy segíteni, de már úgy néz ki, hogy az eddigi közös munka megtette a hatását remélhetőleg. Így aztán nem is nagyon láttam olyan egetverő problémákat, viszont a probléma az darabban súlyos. Nincsen olyan igazából számomra, és a ló számára sem, hogy valamelyik sokkal súlyosabb lenne, vagy valamelyik kevésbé. Ugyanis igen, ehhez mindig van nekik is szavuk, és ezt szeretném, hogyha mindenki figyelembe venni. Csak sokan nem tudják, hogy hogyan kell őket olvasni. Ez egyszerűen a ló viselkedés tanárával függ össze, és azt kell először megismerni. Az nagyon jó dolog, hogy először mindent Ildiék ugye a lovon kívül és műlovon csinálnak. Ez nagyon jó lenne, hogyha mindenki itt tenné, mert a ló igazából azt kéri tőlünk, hogy amikor hozzálépünk és hozzájuk közeledünk, akkor tudjunk már mindent. És ez lenne az igazi. Úgyhogy ami problémák ugye kialakulhatnak, igazából meg el kell kerülni a hibákat. Ildiék meg is próbáltak ezért nem bemutatni hibát. Miért? Azért, mert a ló nem fog utána tudni differenciálni. Az, amit már egyszer megérzett, például, hogy beleestek a hátába, amikor hozzáfutottak, akkor a vége a dolognak, a vége az ingernek, az, hogy lát egy felé futó lovast, az mondjuk kellemetlen neki, akkor idő után írtózni fog a lovastól. És ezt nem különböző technikákkal, eszközökkel kell helyreírni, hanem egyszerűen ismerni kell a lovaknak a viselkedés tanát, és akkor mindent rendbe rakhatunk. De az már, ami egyszer belekerült, az benne is marad sajnálatos módon, és azt már csak elkerülhetjük, ha ügyesek vagyunk. Az egyik legnagyobb probléma talán az, ami nem természetszerű ennek a szakágnak a ló használata szempontjából és a ló természete szempontjából, az a körönvaló mozgásnak a monotóniája. Na most ezt nagyon nehéz megoldani. A lovasnak ezért, hogyha jól emlékszem, és ezektől nem lehet eltérni. A klasszikusokat idézném, Busét, aki azt mondta, hogy jól emlékszem, hogy kérjünk gyakran keveset, és dicsérjünk bőségesen. Amit én próbálok az embereknek elmondani, és amit itt is el kell mondani, az ettől nem tér el egy dekát se. És ezt nagyon nehéz úgy megcsinálni, hogy valaki közvetlenül úgy gondolja, hogy csak vágtáva szabadalóval foglalkozni. Úgyhogy meg kell próbálni mindenféleképpen nagyon-nagyon színesíteni a lónak a programját, a lóval való foglalkozást, és semmiféleképpen sem szabad az, hogy a legnagyobb probléma kialakuljon az, hogy a ló besavanyodik és letörik azon a helyen, ahol foglalkozunk vele, ez pedig a manés. Meg kell próbálni a lóval
annyira közelíteni a használatában, amennyit csak lehet a természeteshez. A ló pedig ilyen monotóniában nem igazán csinál semmit az életben. Nagyon színes dolgokat csinál, nagyon színes életet él, és legkevésbé futni szeret. De mit szeret? Állni, enni, táplálkozni, szaporodni, játszani, és azután, hogyha futni kell, ha szükséges, akkor fut. Úgyhogy az, hogy ez a használati módja a lónak, számára kedves legyen, kellemes legyen, megmaradjon a készsége és a szíve. A szív az egyik legfontosabb dolog. Hogyha azt elvesztük tőle, mint bármelyik ember a társától, akkor azt visszacsinálni nem igazán lehet. Úgyhogy meg kell próbálni ezt a szívet megtartani, ami azt jelenti, hogy a lónak valamilyen módon abba, amit csinál, abba kell örömét lennie, élvezetét lennie, és nem az, hogy most neki muszáj, és ezt meg kell csinálnia, és minden áron. Figyeljük a ló szemét, figyeljük a ló lelkét, és akkor minden sokkal jobban sikerül. Gyakran és változatosan kell vele a munkát csinálni, és akkor nem alakulnak ki problémák, mert az olyan probléma, ami legutóbb is kialakult az előző lóval, az nem igazán hozható helyre az a baj. Fokozatosak legyünk, ismerjük a lónak a fajta sajátosságait, tudjunk, ismerjük a lovat, amikor hozzálépünk, és akkor minden rendben lesz. Azt hiszem az elég szempontjából ez is sok volt, egyébként nagyon rövid volt, mert órákat és napokat lehetne beszélni a legfontosabb dologról, ugye a lóval kapcsolatban, mint élőlény és nem mint gép, az ő viselkedés tanáról. Amitől én úgy érzem, vizsgálva a régebbi korokat, hogy aki mester volt és mester, az attól mester, hogy ismeri a lovat, mint fajt. És nem emberként, hanem lóként akar hozzájutni. Én köszönöm szépen a figyelmet, nagyon szépen köszönöm az Ildikónak és a gyerekeknek az alázatát, azt, hogy mernek nyitni, és mernek egy picit másképp gondolkozni, de elsősorban az, hogy ennyire szeretik a lovat. És erről neki is jó véleményem. Köszönjük szépen!